Én azt, igen, voltam már itt vásárhelyen. Azt gondolom, hogy a nézési és a járása az kihagyhatatlan lesz. Meg a nézési, szeretem ugye Majkáikat, Well Hello, hát a mai trendet igazából. De így a sajátomról, hogyha beszélünk, akkor most a Love Coma szerintem az úgy, az dallamos szerintem az úgy mindenkinek a fülébe így eljutott, hogy na igen, ez dögös. Ebben az évben is ki szeretnék jönni legalább kettő új dallal. Az első új dal az májusban fog megjelenni, videóklipesítve. Bízom, mert azt is szeretettel fogják fogadni az emberek. És említetted, hogy most is észrevehetően, hogy bírja ezt a család, és éjszakában jó klipban, nem? Igazából hozzászoktak már. Tehát ők adják belém az ambíciót, ők erősítenek engemet. Hogyha ők nem adnák ugye az ambíciót, akkor ez most így nehéz lenne nekem. De természetesen mindenben támogatnak. Ők ott is szerint családból jösszintem, mit szólnának, mint a gyerekeid, milyen a pályára? Semmit nem erőltetek rájuk, örülnék, hogyha a zenei pályát választanák, de természetesen a legelső a tanulás. Tehát minél tanultabbak legyenek, az a legelső, legfontosabb számomra. Amit most már én képviselek, nyilván van benne mulatós, sálomdilomalom, de azért most már elmentünk egy kicsit ilyen popos, mulatós, elektronikus zene, ami nagyon átjön az embereknek, és most már azt mondom, hogyha egy Sziget fesztiválra is azt mondják, hogy kell a kis grófó, vagy egy Volt fesztivál, vagy sorolhatnám még, akkor azt mondom, hogy most már elfogadott lett, nagyon a mulatós műfaj. És ennek örülök.